Na hello, srácok, kellemes délutánt mindenkinek, szevasztok, szevasztok! Sziasztok, srácok, szia Szálen, szia Zoli, szia Bagi, szia Timi! Üdvözlöm mindenkinek, sziasztok, srácok! Ezzel a Twitch-el kell valamit kezdeni. Ezzel a Twitch-el nagyon kell majd kezdeni, szólni kell majd mindenkinek, de úristen, ne tudjátok meg milyen rossz, mert elnyitom a live-ot, 10 perces. Legyen idő mindenkinek, kiküldje a Twitch az értesítést mindenkinek, hogy stream van. És mi van? A kijelzőn azt jelzi, hogy 4-en vagytok. A másik kijelző már azt jelzi, hogy 16-an vagytok. És így folyamatosan ugrál össze-vissza minden. Mius, szia-szia! És még hogy nem nézem. Hát igen, szia Mius. Mius srácok egy másik streamer, aki pont tanácsot kért tőlem. Ezt mondtam neki, hogy mondom, igen, mondom ilyenkor, mondom írsz, amikor tanács kell, de amúgy meg nem. És persze, hogy nézel, hát most szóltam, szóval. De szia, üdv a kóserek között, amúgy csószörök között, de mindegy, csak már kóser szoktak meg a srácok. Ma nem PUBG lesz, nem PUBG lesz, hanem folytatjuk a Rime-ot. Nem is tudom már ki mondta azt, hogy 13 óra ez a game. Gameplay. Szerintem Atticus mondta, hogy 13 óra végigjátszani ezt a játékot. Hát nem tudom, srácok, én végignéztem, most nem végignéztem, belenéztem YouTube-on, és YouTube-on a gyors végigjátszás 3,5 óra, de most ott tartok 2,5 óránál. Jelen pillanatban. Szóval a csávó 2,5 óra alatt csinálta meg, amit én 3 óra hossza alatt. Szóval igen, szerintem már egy maximum másfél óra van még a gameből. Most kezdtem, mindent. Csak szándékosan hagytam sketch egy 10 perces számlálót, mert a Twitch nem küldi ki az értesítést az embereknek. És ez így... Main plusz extra 6 óra. Na Szállan, akkor most mennyi az alapsztori? Mert minket csak az alapsztori érdekel. Az alapsztori az szerintem megvan egy 4 óra hossz alatt, nem? 4-5 maximum. Szerintem sima. Amúgy Mius, amit látsz mögöttem, az zöld fal. Szóval ez itt mögöttem, amit fogok, az egy zöld fal, és ja, megvan oldva, megvilágítás, meg minden, a beállítások, hogy hogyan kell megcsinálni, hogy így nézzen ki. De szerintem semmi baj nincs vele. Mert eddig még nem volt rá panasz. A kamera az most nem tudom milyen, szerintem normális. Fehér egyensúly is jó. Ja, a maxa fókuszt most tökéletes. Na, akkor nézzük csak. Gémet, közben indítom a játékot, mert azt még meg se csináltam, srácok. It's my fault, sorry. Play. Nincs mit, de mondom, preview-ben majd erről beszélünk. Elmondom, hogy mi hogy van, meg le is fotózom a setupot, ha szeretnéd is. És megmondom, hogy vannak a beállítások. Main story 5 óra? Köszönöm. Úristen, már indul is. Na, csekkoljuk, srácok. Joystick. Szokásos. Remélem elmentette. Ó, nézd már. Más a menü. Igen, tényleg nem küldök ki most se a stream. Igen, srácok, ez ellen az lesz, hogy mindenféleképpen... Nem tudom, szerintem stream előtt egy pár perccel, fél órával beleszültem ez, vagy akkor kiküldöm Instagramra, Facebookra, Discordra, a csoportba, a kóser csoportba, Facebookon van fent, mindenhova ki fogom posztolni, hogy stream van, mert nagyon rossz érzés, hogy nagyon sokan azért nem vagytok itt, mert nem tudjátok, hogy van stream. Mert nem küldik ki. Elkezdte ez is csinálni ezt a YouTube-os hozzáállást. Na,
Folytassuk a gémet akkor. Végül van 4 óra 40 perc. 4 óra 40, akkor még van egy 2 óránk ebbe a gémbe. Most van nálatok 6 óra. Este 8-ra végzünk. Szerintem legkésőbb. Addig kicsit chillezhettek, hogyha a hétfő nehezen indult, akkor ez a játék ideális arra, hogy kikapcsoljatok a stream alatt. Nekem pedig arra, hogy megfőjön az agyam, mert 40 fok van árnyékban is. Na. Dobjunk egy kis hangot a game-re. Nektek nem halk, jó minden? Hello. Vagy lesz be mely. Ó, ez nem így nézett ki az előbb. Hogy joystickkal játszani. Az ajtó. Megyünk erre elsőnek, mert erre tudunk. Vagyis nem, erre nem tudunk. Csak egy picit ment arrébb. Mi vagy? Gondolom, nem kéne oda lemenni. Mert meghalunk. Várjál, le tudunk mászni? Hopsz. Nem tud lemenni. Egy kulcs. Oda valahogy át kéne mennünk. Túl messz vagy átugorjuk. Valahogy oda kéne mennünk. Hopsz. Ez fel lehet menni, és ha felmennék valahogy és átugranék rá. Ha!
Várjál csak. Ha visszamegyünk, mi történik a padlóval? Kell egy gömb. Ott van fent az a lény. Az az ajtó lejjebb hozott minket egy szinten. Az olyan, mint egy lift akkor? Egy ilyen nagy bipod, ahogy mondtátok, fel kéne ébreszteni, benne van a fába. Mondom én. Ez a szellem. Meghalt. Te hülye, hogy miért húztak ki? Jelló, nagyon szépen köszönöm a hostot. Szevasztok, jelló nézők, a krapa nézők. Bocsánat. Hello mindenkinek. Azért nem mentem jelló PUBG-zni, mert már kicsit sok volt. Szóval most a Rhyme-ot be akarom fejezni. Utána, ezután lesz még egy kis epikes, gémes meglepetés. Ha ezt befejeztem. Tudom, hol kell vinni. Vagyis gondolom, ide kell hozni. Zsír. Ezt már látva lőni, el kell húzni. Hova? Jó, ennél tovább nem tudom húzni. Hozzam magam azt a kis golyót. De hogyha elveszem, akkor becsukódik az ajtó. Kétszáz IQ. Oda kell húzni ezt a ganét. Szevasz, Máté. Hallom, rosszul viselkedtél ellene. Hát igen, megfogta. Hozom a golyót. Az ilyen kis golyóbisom lesz. De várj, ezt láttuk a... annak a bipodnak így a... amit így kivetített képeket.
hogy viszek magammal egy ilyen kis golyóbist, és majd én leszek a bipodok vezére. Nagyon menő ez a game. És átteleportálom oda. És most körbe megyünk. Hát logikai, ügyességi, jaja, Máté. Innen. Ja. Úgy csak le kell jönni, oké. Jó, ez most rajta van. De várj, mi föntre is adtunk egy ilyen golyót, nem? Itt föl lehet mászni. Why? Pedig nem volt lehúzva. Te gyerek! Te! Csak ide ugorj le. Hopsz, hogy így. Ne parázz. Erre még nem voltunk szerintem. És ez micsoda? Jöttem be a pálya legelején, majd ami alattam van. Én nem tudom. Fent mutat valamit. Már vége fele, igen, nem annyira egyszerű. Amúgy olyan Zelda feelinges, igen, igen, csak hát nincs még switchem sajnos, még. Várjatok. Mi?
Miért tudok ott végigfutni, hogy oda leessek? Na, mindjárt megpróbálom még egyszer, mert tudja, hogy fent lesz a megoldás. Van switched? Jó is az, Dominik. Szemben nincs semmi. Igen. Jó mondott, Pista. Vagy ott nem kéne leesni, és át tudunk ott menni. Lehet, hogy át lehet ott menni, kommandózom, hogy megnézzük. Zeldában elvileg brutálisan sok órát lehet ölni. Az IQ, tudtam, hogy valami hasonló lesz. Idioti. Megvan a kis gömböc. Ez nem is gömb, ez mint egy kard. De érdekes. Oké, szóval ide nem is volt muszáj bejönnünk. Shit. Akkor ez csak egy ilyen mellékrész volt, ide nem is volt kötelező bejönnünk. Csak a 200 IQ miatt be tudtunk jönni. Ott lent ez el van zárva. Laci, szia-szia. Prince of Persia Light. Ups. Hogy tényleg kicsit úgy néz ki. Menjünk vissza. Köszönjük a semmit, akkor a lendi golyóval kell valamit kezdeni. Ups, szedd össze magad. Na. Fogd a golyót. Életre. Életre kelt. Nem, Máté, csak így ki tudod maxolni a játékot. Jó érzés, ha a végén van egy kis jelvény. De kis cuki. Ő lesz az új Pajti, már csak lába kéne neki. De, jó, azt hittem, kikapcsol. És csak azzal tudsz valamit csinálni ott fent. Jó.
vagy így. Mindjárt jövök. Hogy átpostázta, figyelet. Amúgy így már utólag mindig. Aha, tényleg ezt így kellett volna. Aha, tényleg ez meg ez, amikor ott vagy és meg kell csinálni és ki kell gondolni. Nem annyira egyszerű. Hello. Spanom. Így fog lábat kapni. Ott látjátok, ott hátul, ott van a bipodláb. És ezt átoljuk ide. Akkor nem világít. De itt van egy ilyen kis gani, amit innen el tudunk venni. Gyere csak. Ezt ráteszük, ugyanúgy működik? Nem. És ha ráállunk ide? Tedd le. Nem. Világíts, világíts, világít, ez az. Cucc. Ó, varázsolás van, figyeld! Megtörtént a varázslat. De aranyos. Az első lépések. Hogy remeg a lába. Gyere a papához. Aha. Vissza lemegyünk. Ez rohadt jó. Tanítsuk meg focizni. Várjál, ott mutat rajta a kép, figyeld, nézd csak a képet. És csak mit azok? Látod, fia, hozz vissza, várjál! Hey, hozz vissza! Hozz vissza! Ez rohadt jó! Oké, akkor ezzel valahogy... Gyere csak! Ahó! Gyere! Rád ne lépj!
Erre. Megvan. Megvan. Gyere, Bajti. Maradj rajta ezen, Léci. Köszi. Szia-szia! Google-be beírod, és akkor ott kidobja, hogy hol tudod beállítani. Saját szubikon, de hát magának. Ha van csatornája. A saját csatornája. De az ilyen kérdés itt nem teszik föl Xoxigen, mert akkor kapsz egy TO-t legközelebb. Csak szólok. Nem magad reklámoztam, ne aggódj. Hát... minek minősül az ilyen, hogy saját sub emotot hol tudok beállítani a saját csatornámra. De amúgy minden más ott a Google. Ezt is megértem, de akkor privát beír, ne pedig a cseten. Köszönöm. Nem bántottál meg abszolút. Csak mondtam. Mi ez a béka? Mi ez a béka? Várjál, mindjárt kinyitom valahogy. Oké, arra nem tudunk menni. Lilla, köszönöm szépen a hostot. Csóró, csak kérdez. El is lesz zavarva. Dominik, ilyennel még csak viccelni sem szabad, jó? Szépen lépked. De nem értem, hogy miért kell. Most hova mész? Aha. Oké, jövök. Utánad. És most? Feljöttem egy szinttel. Ó.
Hops-hops. Nem láttam még szállat, de majd megnézem. Tudj már, Dominik, neked mi bajod van? Most komolyan kérdezem. Valába a keltél? Nem értettem végig amúgy, csak nem értem ezeket a dolgokat. Na most itt hogy menjünk át? Oda kéne valami gané. Várja, hol talál? Ó, látom, hozom már. Nem tudom, mik voltak azok bagi, azok valami kis lelkek voltak. Ez mint egy elvarázsolt királyság. Jól van, szállán, kösz szépen. Nincs az a baj, Dominik, csak ne a streamert kóstolgass, mert attól, hogy ott vagy, ott van a sub melletted, az nem jelent semmit. Jó. Az baj, hogy ezt elveszem, akkor az ott be fog záródni, haver. Figyumán. Ez így nem lesz jó. Tehát kéne mennünk. El tudsz menni? Szevasz, Fenox. Szia. Gyere. Itt a magas ez a fal. Prince of Persia kalandjai, figyeled. Ahogy miért nem megy rá a fejére, és megyünk úgy. Ez így challenge-ebb, tudom. Csák utca. De megindultál, várj már meg.
Ez kemény. Srácnak olyan a lehellete. A vázák is széttörnek. És merre mentek? Ez hova megy? Hát ez... Roxy, köszönöm szépen az autóhoztat. Hoppá. Itt vannak a dementorok. Megint használni kell a patronus bűbájt. Gyere csak! Gyere már! Zsír! Menj előre! Hát egy retro gémet tervezek. Ami nagyon vicces lesz szerintem, és izgalmas, és látványos. Hát ha én oda megyek, meghalok. Ne, nem tudok visszamenni. Védj meg! Védj meg! Nem védett meg. Valamit rosszul csináltam. Ja, visszamegyünk itt. Na. Nem látom, itt van egy ilyen rövidítés, de most már látom. Inkább a marra. Úgy rövidebb. És hozok egyet magammal. Biztos, hogy biztos. Ó, jaj. Expecto Patronum. A kis Harry kalandjai. Én és a Bipod jó társak vagyunk. Várd meg! Hova viszel végül? Van valami. Thank you.
Remény voltam. Itt voltam mellette az utolsó pillanatokban is. Hova rohansz? Várj meg! Itt nagyon sötét van, félek. Ennyi kis bipod. Azt akarja, hogy éleszem fel a többieket. Passuk neki. Jó. Értem. Hogy nézi. Valamit sejtek. Tudok menni rajta gyorsan. Gyere csak onnan el. Áj, de hogy teszem oda föl? Tudnék esni, hogyha az úgy jó lenne nekem. Itt nincs semmi, akkor... Hát... Itt kell leesni. Ups! Vagy... Nem az, hogy kell kivitelezni. Gyere csak! Fog megjelenni. Aha. És van annyi időnk felfutni? Maradj ott, léci. Ne, ne. Jó. Oké, oké. Szevasz, Robert, szia, szia.
de várjál. Ha az a Gani ott van fönt. Mi van erre? Szőke, köszönöm szépen a hostot. Sziasztok szőke nézők. Streameltél? Igen, igen, most én is ezen agyolok, hogy az ott van fent, most kéne még egy gömb. Na, hogyan? Mert még egy gömböt nem tudok kivenni, mert elzárta. Nem teszem rá. Ez megoldás? Hogy nem teszem rá? Vedd le. Ott megjelent most egy. Ezt most letesz... Ne! Ne, oda tedd le. Vedd le. Figyeld, figyeld, figyeld. Csak tedd le. Akkor a fönti az el fog tűnni, mi? Eltűnt a fönti. Na várjál. Ilyes, hogy megalakadtál, hát igen, szőke, nem egyszerű az Zoli. Most én is nagy gondban vagyok. Ha azon mész, ott át tudok menni. Ha erre jössz, kijön a lépcső. Mindenféleképpen úgy ki, hogy itt feljövök. Menj vissza a jedre, légy szép. Ezt áthozom ide. Próbáljuk, hogy belenézünk ebbe először. Már nem nézünk még bele. Igen, mert tuti, hogy oda föl kell tenni a gömböt, aztán belenézni ebbe, és az úgy jó lesz, de... Picsába. Ezt most leviszem. Hogy mi, érted, mi értelme van akkor ennek a résznek? Hogy ez lenne az utolsó rész, amit itt most meg kéne csináljak? Ahol most vagyok. Megszivattál. Hogy? Kis rohadék, gyere vissza. Gyere itt a golyód. Az előbb is elsétált, csak pont volt annyi idő, hogy fölmenjek rá. Ráteszem erre, az addig stim. Most oda kéne valahogy visszamenni, de... De nincs több golyóm. Várjál csak. Azért lehet mászni. Mert most a golyó a helyén van. Az is ott a helyén van, már csak oda kéne mennünk valahogy és belenézni, de a lépcsőn ott nem tudunk fölmenni körbe, mert még egy golyó kell ahhoz, hogy oda csaljuk, hogy kijöjjön a lépcső és fel tudjunk menni. De ott jobb oldalt meg, ha lemegyünk a lépcsőn, nem tudunk visszamászni, mert az meg tök magasan van. 200 IQ. De itt mi vagy? Ez túl messze van.
Agyalok. Meg ott is van ez a mászós cucc, az nem tudom mire. Mindig menjünk le megni. Picsába. Hát ott végig lehet mászni. Tak, tak, tak. Olyan, mint hogyha itt végig lehetne jönni. De ott, 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 ott. Megvan Dominik mindkét, vagyis megvolt a Tomb Raider 1, a 2 is. Mindkettő streambe játszottam végig. YouTube-on fönt is van a végjátszás, mert Twitch-ről már törölve lett. És szeptemberben jön az új Tomb Raider harmadik része, és azt is végig fogom játszani streambe. Hogy lehetne? Hogy lehetne felmenni oda? Tudom, hogy jön új. Végig mászni. Gondolkoz, 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 gondolkoz. Hogy kéne megcsinálni. Ops. Azt miért csináltad? Eredményt értem el, de jó. És ott néző, olyan aranyos. Hogy kéne? Várjatok! Maradj ott! Mi van, ha először oldalra kell elmászni? Valami új helyen vagyunk. És miért jó, hogy itt vagyunk? Csizma! Nekem kell az a csizma! Ott nem tudsz felmenni. Igen. Eddig is ez volt. Idéltünk a semmiért, ne szívass már. Kölök. Majdnem megörültem, hogy megvan a megoldás. Erre föl nem. Nem tudom. Hát volt csak
addig lehet végigmászni, ott amúgy is leesel. De az a baj, hogyha ezt felveszem, maradj ott, akkor az eltűnik. Látod? Ez lenne meg, de nincs annyi idő. Várjál. De akkor elmész oda? Érdekes. Higgs, köszi a hostot. De most elakadtam. Hogy tudnék oda fel? Automatikusan visszamegy. Igen, autót nem oda megy vissza, az addig oké. Csak valahogy ezt kéne oda belőni. Az addig jó, amit csinálok ott. Szóval amikor leteszem oda, és oda csalom, és fölteszem a tetejére, az addig jó. Nem, mert a lépcsővel van a baj, a lépcsővel, hogy nem jutok oda föl. Nincs annyi időm, hogy ide csalom. Most nem is lát. Hey, te dög! Hello! Gyere! Gyere! Oszlop eltűnik. Rááll. Ez oda megy. Ott marad. Most futunk, mint a hülyék. Futi. Fölértünk, ráteszem, világít. De innen nem tudom. Ötlet? Hogy jussak oda szembe fel, úgyhogy a golyót nem veszem le. Mert nem lehet két golyó, meg az le is van zárva. Ha leszedem, és leteszem oldalra, és felveszem lent azt a golyót, akkor eltűnik a fönti. Nem nyit meg semmit. Nem, mert az kell, hogy ide teszem a golyót. És innen oda belenézek. Mogorvogra, köszi szépen a követést. És onnan kell ebbe belenézni, ebbe a kékbe, illetve abba.
Szia, Benu! Kell hozni máshonnan egyet? Mert nézzük! Basz meg! Basz meg! Bocsánat! 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 Így már egyszerű, ugye? Így már tök egyszerű. Na. Itt már föl. Ne szívass már, úgy dobsz, mint egy lány! Nem akarja fölvinni. Akkor mégse egyszerű. Nem egyszerű, nem. Nem. Nem ez a megoldása, jó? Szívesen fogadom az ötleteket, srácok, ha van. Hát te látod szállam, hogy nem tudok fölmenni. Nem tudom eldobni, nem tudja olyan magasra dobni. Nem tudok ugrani se a karakterrel, csak szólok. És így se tudok fölmenni. Így, ilyenkor nem csinál semmit. Nem csinál semmit. De tudja így innen. És egyszerűen képtelen felhajtani addig ezt a golyót, túl nehéz szegény gyereknek. Nincs más út. Nincs más út, ez az egy van. Megnézem, hogy arra hátul lesz-e valami, amire rá tud lépni. Ha van, akkor ide csalom, de nincs. Gondoltam, hogy nehéz lesz, de hogy ennyire. Kezd kopni már az agyam. Srácnak is. Az most ott van fent. Szia, babó. Hogy lehet oda felmenni? Látom, ti is vagytok okosabbak a cseten. Oda nem tudok átmenni. Arra nem tudok átmenni. Ki. Hogy kéne megszivatni, hogy jó legyen?
Hát ez nagyon észrevehető az, itt fel lehet mászni, csak úgy mondom. Fejlesztők, komolyan. Még a kamera is visszafordult, amikor bementem, mondom, akkor ide biztos nem lehet bejönni. Vagy fölösleges bejönni. Most innen hova megyek? Így most már megvan. Jó, hát így még a hülyének is megy, hogyha van egy ilyen kője. Hát így már gyerekjáték. Becsukott szemmel megcsinálom. Gyere! Mondtam én, hogy valami nem jó. Mondtam, hogy valami nem jó. Öpsz, nem jó még. Maradj még. Hamar jöttem. Azt mondta Timi, ami ott volt fönt. Hát... Én azt azért zártam ki egyből, mert amikor bementem oda, a kamera kapásból így visszafordította az egész karaktert, meg mindent. Hát láttátok most is, hogy mit csinált. Elsőre. Csak 20 percbe telt, de meglett. Gigantikus ordibálás fog következni, srácok. Szia Tekken, szia. Szép játék, miről szól? Hát, Tekken, logikai ügyességi játék. A lényeg az elején úgy kezdett, semmi instrukció nincs, hogy kell vele játszani, neked kell rájönni a lényegére. Eddig úgy vettem le, hogy a kisrác az a királynak az elveszett fia, és vissza kell találni az apánkhoz, a királyhoz. Eddig erről szól az egész game, de nagyon érdekes, és most találkoztam ezzel a kis bipoddal, kis cuki, ott van hátul, ő segített nekünk eddig, és most úgy néz ki, hogy felkeltjük pont most az összes többi bipodot, ami eddig létezik itt a királyságban. Lassan egyesével. Én kisebb vagyok, engedj előre. Már mindegy.
is van. Nem tekkencs. Ebben a játékban nem lehet meghalni, ez túl cuki ahhoz. Nézd már, milyen aranyos. Hello. Ő a főnök. És most? Várja, már ezt nézik. Hello. Jaj, ott volt az árnyékom, aha. Feljebb értünk még egy szinten, srácok. Utolsó rész jön. Hát igen, ez egy checkpoint, ha azt nézzük, nézd, onnan lentről jöttem. És mindegyik szint egy külön chapter, és mindegyik chapter kb. Másfél óra volt. Így logikába, szóval, ja, elég durva. Milánnak nagyon tetszik, tehát ott szája nézi. Igen, nagyon kis csillas game. Szóval szépen viselkedni, srácok, mert kicsik is vannak a chaten. Nagyon picik. Szia, Milán! Ott a titokzatos alak. Felé kell menni? Oké, akkor menjünk felé. Pater, te vagy az? Tudod, hogy a Pater az? Aha. Szóval az apjával, aki a király volt, vele utazott, és ő pedig kiesett a csónakból, és meghalt. És most egyedül tértünk vissza az apjának a birodalmába. Kész. Yes.
kis herceg. Mini Assassino. Ne félj már annyira, hát itt van egy ilyen nagy tög. Nem bánt. Tudjátok értelmezni. Menjünk feljebb. Szóval jobbra kell menni. Ez a játék, ez gyönyörű. Ne vegyenek észre. Nem bánt. Bajti, messze rajt, jövök. Most srácok, így eléggé belemélyülök így a game-be, mert ez még nem nagyon fogtam fel. Köszönöm szépen! Pajti.
CryEngine, ez Unreal Engine amúgy. Itt nézem. De azért látszik rajta a motor, hogy elég jól néz ki. Bőrig van ez a szegény. Oké. Hozzák magukat csak azért, hogy kinyíljenek a kapuk. Ne, már csak ő maradt. Hát jó, Máté, de... Olyan szomorú. Ezek. Na ők viszont kik? Valahogy le át kéne menjek. Az édesanyja. Ha!
Amit látod fent, éppen streamelek. Nem tudom, mit suttognak, de elég félelmetes azért. Szia, Green! De messze van, ja, más itt van fent. Valahogy oda föl kéne kéne menni. Nem. Hát keresem, hogy... Hogy tudnék oda eljutni, mert nem annyira könnyű. Van egy. Kevlar, köszönöm szépen a követést. Szia, szia. Érezd jól magad a streamen. Van két pont. Elég messze van, és azt néztem. Tudnám, hogy ez mi. Oh. Van egy. Hmm.
Ponya, köszönöm szépen a hosztot. Szevaszok srácok, üdv mindenkinek. Ott van fent. Szevasz, Fanya, szia, szia! Már csak egy van, merre van? Pont a másik oldalt. Szia Meridian! Nagyon szépen köszönöm a hosztot. Annyira szép zenéje van srácok. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy játssza végig legalább egyszer ezt a gémet, mert tudom, hogy nehéz logikai ügyesség, de olyan atmoszférája van, hogy rég találkoztam a ilyen játékkal. Szia Dini. Nem is néztem nagyon a chatet így nagyon, mert egyszerűen visz magával az egész game. Annak le kell szakadnia, hogy azt gondolom átbillenjen, hogy ott fel tudjak szaladni, és ott át tudjak ugorni, és fel tudjak menni oda. Szóval... jobbra el kell menni. Vagy a víznek, mindegy. Az utolsó. Ha!
van még egy pont. Oké, akkor megyünk oda. Várj, ez nem jó csapta. Körbe-körbe megyünk. Komoly. Maradhat, Timi, nem baj. Ez most... Félnek tőlem. Nem értem. Nem értem, mi történik. Így már érthető. Most már tudjuk, mit csinálunk. És hol a másik? Na.
Meghúzódik a gyerek, nem akar leugrani. Igazi ninja vagyok, figyeled. Ninja. Még ha látnám, hogy merre megyek, talán még segítség is lenne. Hoppá. Három lánc van. Semmit nem látok a karakter. Már kicsit túlzásba vitték a sötétnek a fogalmát. Visszatért a kis herceg. Szedd a lábad, herceg. Felé van minden. Nem sértem. És ott... és most? No hope. Eredményt érte el. Nem hangzik jól. És végre látjuk az apának az arcát. Mi? Mi voltunk azok, akik...
hol vagyok? Ugorjak le. Mi v... A... Ez azért éles. Szia, Dani. Baszki. Ott a róka. És ott vannak a csillagok. Csengő. És most... Igen. Ja. Ja. Baszki. És ott a világító torony. Eredményt érti el. Let it go.
Pontosan. Pontosan, Timi. Ez egy cuki gén volt. Hát nehéz mit mondani, az biztos. Srácok, álljátok, eljeveszem. Nem, abszolút... Abszolút nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz ez a játék. Még azért fel kell dolgozni elég rendesen, de... Nagyon-nagyon jól volt megcsinálva az egész, az elejétől kezdve a zenék benne végig folyamatában, ahogy nőtt a feszültség a filmben, ahogy filmben, játékban, ahogy filmet néztem volna. És a végén ez a csattanó, ez brutális. Teljesen elvitt a játék egyfajta irányba, és azt hitted, hogy az lesz a vége, pont amit így beszéltünk együtt, és... Nem. Nem. Nagyon nem. Na, srácok, én köszönöm a figyelmet. Most lesz egy kis pihi. Nem sok, szerintem egy 10 perc, negyed óra, és jövök vissza. Ha nem küldenék ki az értesítést a Twitch, akkor maradjatok itt, nem menjetek sehova. Ez most le fog menni. A zene miatt is, meg hogy meglegyen egészbe. De én utána jövök vissza. Egy ennél feelingesebb, klasszikus játékkal fogunk játszani, 2003-as, de szerintem tetszeni fog mindenkinek, remélem. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt voltatok, srácok. Hamarosan jövök, addig is jók lehetek, igyatok, egyetek, aztán majd érkezem. Szevasztok, srácok, sziasztok!